Ez a 22-es év, ez a döbbenet. A Magyarországra érkezett termény mennyiségét mutatja vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke. Amíg 2021-ben 65, addig 2022-ben 188.759 tonna búzát importáltunk hazánkba Ukrajnából. Ez viszont nagyon nem jó hír a magyar gazdáknak. Az Európai Unió a háború miatt 2022 nyarán eltörölte az Ukrajnából érkező termékek vonatkozásában a vámot. Ez a helyzet olyan problémát okozott az Ukrajnával határos kelet-európai országoknak a piacain, hogy az olcsó dömping ukrán termék elárasztotta ezeket az országokat, és szinte eladhatatlanná tette azokban az országokban, Magyarországon is megtermelt termékeket. Bár a háború előtt az ukrán célpiac inkább Ázsia és Afrika voltak, a kikötők lezárása miatt most a szárazföldön halad a korábban tengeri export. Emellett a szomszédos országból bejövő termények rendkívül alacsony áron érkeznek. Ez amiatt is aggasztó, mert a behozott és a tavalyi évben megtermelt, de el nem adott gabona szinte teljesen leköti a hazai raktárakat jelenleg. Így ha a helyzet nem változik, félő, hogy a 2023-as termést nem tudják betárolni a gazdák. Ahogy haladunk az aratás felé, azt gondolom, hogy egyre feszültebb lesz a helyzet, mert elég sok ukrán tétel van termelői raktárakban, főleg Kelet-Magyarországon, akik az ilyen a szájos 2022-es év után, amikor bevételük szinte nem volt, örültek, hogy valamilyen kis eredményt tudnak, vagy bevételt tudnak realizálni a raktárak bérbeadása kapcsán. A szakemberek abban bíznak, hogy 2023-ban sajnálatos módon, de a háború miatt csökken a vetésterület Ukrajnában, aminek következtében idén kevesebb import várható a szomszédos országból.